Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A Kürtzengés ünnepe című sorozatban ma arról a Lukácsról szeretnék beszélni, aki a közös szinoptikus hagyományon belül, ugye Máté, Márk és maga Lukács tartozik ide, szóval ezen belül egyedülálló. Több olyan eseményt, gyógyítást, példázatot közöl, amelyekről csak nála olvasunk. Lukácsnak ez az úgynevezett saját anyaga az egész írás 30%-át teszi ki. Még lényegesebb, hogy Lukács Jézusnak azt az arcát is elénk tárja, amiről hát a többiek nagyrészt hallgatnak. Lukácsnak ezt a sajátos látásmódját és Jézus képét elsősorban két életrajzi körülmény határozza meg. Az, hogy orvos volt, és az, hogy pogány keresztény közösségeknek írta művét a Szentföldön kívül pogány környezetben, és ő maga is a pogányságból jött. Egyetlen ilyen szerző a Bibliában. Görög anyanyelvű, minden bizonnyal szír férfi volt, pogány keresztény. Nem tudjuk, milyen idős korában tért meg, de evangéliumának sok vonása arra mutat, hogy felnőttként lett keresztény, méghozzá valószínűleg Pál hatására. Azt, hogy Lukács orvos volt, a kolosszeiekhez írott levélnek a 4. fejezet 14-es verséből tudjuk, azt mondja, üdvözöl titeket Lukács, a kedves orvos, üzeni így a levélíró. Nyilván ez az oka annak, hogy Lukácsnál olvassuk a legtöbb gyógyítás történetet. Nála Jézus a többi evangéliumhoz képest kevesebbet beszél, sokat cselekszik, gyógyít. Lukács meleg részvéttel ábrázolja a betegeket. Az ő Jézusa, mint a jó orvos, nem hányja a szenvedő szemére, hogy maga felelős betegségéért, holott sokszor bizonyára ez volt a helyzet. Nem, Jézus egyszerűen gyógyít. Lukács úgy mutatja be Jézust, mint aki elsősorban orvos, az isteni orvos, az egész emberiség gyógyítója. Sőt, nála a megváltás is elsősorban a beteg, bűnbeteg emberiség meggyógyítása. Na, ez az egyik. De talán még fontosabb, hogy a 3. evangéliumban feltűnő nyomokat hagyott az antik orvoslás hagyománya. A 19. század közepén egy Hobár nevezetű bibliakutató azzal igyekezett igazolni Lukács orvos voltát, hogy kimutatta, milyen sok orvosi szakszót használ az evangéliumában, és a gyógyítás történetekben pedig részletesebben írja le a betegségek tüneteit, mint a többiek. Ezt aztán mások cáfolták, mondván, hogy ilyen orvosi szakszavakat ekkorban mások is, nem orvosok is használták, és hogy a betegség tünetek leírására is képes lehetett bárki, egy nem orvos is, és egyébként pedig a Lukasz név nem volt ritka az első században, tehát lehetséges, hogy a kolosszei levél szerzője az más valakit nevez kedves orvosnak, nem pedig a mi Lukácsunkat, az evangélistát. Na, ebből aztán ugye vita kerekedett, parttalan és elég értelmetlen vita. Úgyhogy mi most közelítsük meg ezt a dolgot egészen másként. Mert a Szentíró szókincsénél sokkal fontosabb, hogy az egész szemlélete val orvosra. Ha Lukács eredetileg tényleg pogány orvos volt, akkor olyan hagyományon kellett felnőnie, amely a görög orvos zseni, a Krisztus előtti 5. és 4. században működő Hippokratész óta eleven volt. Ezt tanulta minden pogány doktor. Az antik orvoslásnak három ilyen hippokratészi alapelve volt, és Lukács evangéliumában
mindháromnak az ismerete meglátszik és jelen van. Az első elv szerint az egészség, test és lélek harmóniája. Az egészséges ember szép, erős testnek és épp jó léleknek az egysége. A második elv kimondja, hogy a test és lélek emez egységében azonban a lélek a meghatározó. Elsősorban a lélek teszi egészségessé, avagy betegíti meg a testet is. A betegségek nagy részét a lélek hibái okozzák. Így vélték a görög orvosok, így vélik ma is a modern korban, és így tudja Lukács Jézusa is, ezért van, hogy a gyógyítást Jézusnál gyakran a lélek meggyógyítása, konkrétan a beteg bűneinek bocsánata előzi meg, és aztán más már nem is kell hozzá. A harmadik elv pedig az úgynevezett harmónia tan. Ez nagyon érdekes. Eszerint az egészséges ember a benne munkáló ellentétes erők harmóniája. Ez teszi egészségessé lelkileg, és ez az, ami aztán üdvösen hat a testére is. Ennek legjobb példája a Lukács evangéliumban, hát maga Jézus, aki feltűnően egy ilyen kiegyensúlyozott karakter. De ez a harmónia, éppen ahogy az antik orvoslás tanította, ez nem egy ilyen középszerű, langyos, szenvedélymentes, közönséges értelemben szelíd, visszahúzódó, szintelen, szaktalan, szürke személyiség látszatharmóniája, hanem éppenséggel ellentétes erények vagy tulajdonságok együttesének eredménye. Lukács Jézusa, még inkább, mint a többi szentíró Jézusa, méltóságnak és alázatnak, határozottságnak és gyöngétségnek, egyenes szókimondásnak és tapintatnak, szenvedélynek és szelídségnek, szigornak és szeretetnek a páratlanul tökéletes harmóniája. Hát így Lukács. Jézus ilyen bemutatása pedig, ez abszolút orvosra vall, hiszen a pogány gyógyászat és orvoslás célja az pontosan ez. Az ellentétes erők alkotta harmóniának a megteremtése vagy visszaállítása volt. Egyedül Lukács hangsúlyozza azt, ami Jézus képének alapvető és lényeges vonása, hogy ugye miként nyilvánult meg kifelé ez a harmónia. Erre egy szó van, kedvességben. És voltaképp ezt szeretném ma így körüljárni. Jézus kedvességét. Nem szoktunk róla beszélni, de Lukács többször kiemeli, hogy mennyire kedves személyiség volt is ez a Jézus. Ezt a vonását a többi evangélista nem említi, legalábbis úgy kimondva nem. Igaz, ők is több olyan helyzetet meg eseményt följegyeznek, amelyek megmutatják Jézus kedvességét. Például Simon farizeus történetében. Ez a Simon vendégül látja Jézust a házában, ahova aztán bemegy egy rossz hírű nő is Jézust keresve, mire a házigazda az ráripakodik. Na ekkor Jézus nem kritizálja Simon viselkedését, hanem olyan kedvesen szól ehhez a durva lelkületű emberhez. Ezt mondja, te Simon, mondanék én neked valamit. Ez olyan szép. Vagy a szamáriai asszony esete, akit Jézus így szólít meg, hogy asszonyom, adj nekem inni. Szóval nem azon a lekezelő hangon, ahogy a fordításokból kiolvassuk, hogy asszony, adj inni. Nem. Jézus nem így, nem ilyen, hanem azt mondja, asszonyom. Először is ilyen udvarias formában szólítja meg, másodszor pedig maga kér tőle szívességet, inni kér. Egy igazi kedves gesztus azt adja a nő értésére, hogy hát lányom, igaz, hogy nálam van a karizma, de speciál, nálad van a vödör,
és én meg szomjas vagyok. Lásd, te szamáriai asszony és bűnös létedre tudsz segíteni én nekem. Ez nagyon kedves, de zseniális is, mert Jézus ezzel eléri, hogy az asszony szóba mer véle elegyedni. Hát nem folytatom. Látjuk, hogy vannak helyzetek a többi evangéliumban is, ahol Jézus viselkedése az kedvesnek mutatkozik. De erről beszélni, egyedül Lukács beszél kimondottan az Úrnak erről a vonásáról, méghozzá többször is. Mintha a szeme előtt a 45. Zsoltár lebegett volna, ez egy profécia. Jézusban valóra vált ez a profécia. Azt mondja, szereted az igazságot, gyűlölöd a hamisságot, kedvesség ömledez a hajkaidon. Ezért kent föl tégedet a te Istened örömnek olajával. Na most Lukács Jézusa pont ilyen. Kedvesség és öröm. Ma sem ritka, hogy Jézusról úgy tanítanak, mintha ő így bölcselkedve, ezen a speciális templomi hangon ismerjük, vagy intő, parancsoló, szigorú, fenyegető modorban, keményen, mennydörögve beszélt volna, nyilvánult volna meg. De Jézus egyáltalán nem ilyen volt, hanem, mondja Lukács, elsősorban kedves. Kedvessége nem valamiféle ellenszenves, negédes, cseppfolyós, hamis kedveskedés volt, hanem egy természetes, egyszerű, harmonikus személyiség, igazi kedvessége. Olyas valakié, aki hát nem volt így rászorulva, hogy kifejlesszen egy külön emelkedett templomi hangot, ahogy a rabbik beszéltek az ő korában, és ahogy teszik gyakran ma is a mi templomainkban is, és ami hátborzongató. Nem, Jézus az Istenember természetes és kedves volt emberként. Így látta őt Lukács, az orvos, és ez itt fontos. Jézus születése és nyilvános fellépése között mintegy 30 év telt el. Sokakat élénken érdekelne ez a 30 esztendő, sokan kíváncsiak, hogy mi minden történt ez idő alatt, hogyan élt, mi mindent tett, milyen volt a gyermek, a kamasz, a fiatalember Jézus, milyen volt 10 évesen vagy 20 évesen. Csak hogy az evangéliumok erről nem szólnak, nem tartják fontosnak. Az a tény, hogy még Lukács árulja el róla viszonylag a legtöbbet, szintén orvosra val, aki ugye, mint orvos, jól tudja, hogy mennyire fontos az ember személyiségének kiformálódásában a gyermek és kamaszkor, a növekedés. A növekedés, ez a kulcsszava annak a kijelentésnek, ami most számunkra lényeges. Jézus emberi személyiségének megértéséhez. Persze Lukács is takarékosan keveset beszél a nyilvános fellépés előtti gyermek vagy fiatalember Jézusról. Amiről szólni szeretnék, az is csak egy mondat összesen, de az drága kincs nekünk, meg kell becsülnünk. Mégpedig egy olyan megállapítást tesz Lukács, ami megint csak orvosra vall. A történetet ismerjük. Lukács és egyedül ő beszámol arról, hogy a 12 éves Jézus a templomban tartózkodott, szülei pedig mindenhol keresték. És végül itt, a szent helyen találtak rá, és akkor röviden leírja, hogy mit mondott neki Mária, mit felelt arra Jézus, mint kamasz, és így tovább. Na most hogy pedig? Mi történt Jézussal ezután, 12 éves kora után, a templomi epizódot követően? Azt a szentíró a következő szavakkal összegzi. Második fejezet 52, tehát elmondta a templomi epizódot, és ezzel zárja 12 évesekkor Jézus. Azt mondja, Jézus növekedett bölcsességben, testének állapotában, meg Isten és az emberek előtti
kedvességben. Ez óriási. Ezzel aztán minden fontosat elmond Lukács, az orvos, a kedves orvos, a kedves Jézusról, az ő kamasz és fiatal koráról, mert ez a növekedés volt annak a lényege. Szóval ez a kulcs, a növekedés. Három dolgot hangsúlyoz az író, amiben Jézus növekedett. Növekedett bölcsességben, vagyis a jó és a rossz megkülönböztetésének képességében, hogy aztán egész földi életében mindig a helyes utat tudja választani. És mennyire létfontosságú volna, kedves hallgatóim, ha a mai gyerekek is ebben növekednének, akkor nem történne meg, hogy ugye rengeteg sokan már ifjan elrontják szinte az egész életüket, illetve még inkább a szüleik rontják el, csak mert nem bölcsességben növekednek, mint Jézus. Aztán folytatja Lukács, Jézus életkora előre haladtának megfelelően növekedett testi erőben, testi állapotában is, mondja. Ebben az időben csak egy orvos lehetett az, aki ilyesmire is figyelemmel van, test és lélek harmóniájára. Arra, hogy a bölcsesség mellé Jézusnak testi erőre, erőnlétre is szüksége volt. Hát hogy ne? Hiszen egész földi szolgálata idején állandóan úton volt. Sokszor egész álló nap intenzíven emberekkel foglalkozott. És aki ma ezt teszi, mint tanár, vagy ápoló, vagy orvos, az pontosan tudja, hogy micsoda rengeteg energiát követel az ilyesmi az embertől. Aztán ugye Jézusnak, ezt ő maga mondja, nem volt hova lehajtania a fejét. Nem volt soha állandó lakása, kivéve talán ugye Kafarnaumban egy ideig, a Péterék házában. De sokszor szabadban éjszakázott, tűrnie kellett hideget, meleget, éhséget, szomjúságot. Ez csak egy erős fizikumú ember bírta el. Hát Jézusnak erős volt a fizikuma, mert növekedett. A harmadik pedig az, amit már említettem, az a kedvesség. Jézus, mondja Lukács, növekedett Isten és az emberek előtti kedvességben. És Lukács fontosnak tartja többször is megemlíteni, hogyan dicsérték őt az emberek, a beszédének a kedvessége, természetessége miatt. Így volt ez már első fellépésekor a názáreti zsinagógában. A negyedik fejezetben leírja Lukács, hogy amikor Jézus a názáreti zsinagógában tanított, az emberek, idézem szó szerint, mind ráfüggesztették szemeiket, és elámultak kedves beszédein. Hát ugye csodálkoztak, hogy lám, ez a Jézus nem úgy beszél, mint a mi rabbiaink, nem emeli fel a hangját, nem változtatja el a természetes hangját, nem szónokol kenet teljesen, nem fenyeget mennydörögve, semmi ilyesmi, hanem kedvesen, egyszerűen, könnyedén, természetesen beszél. Hát elámultak. Nem szokták meg ezt a hangot. Ugyanakkor az is sokszor kiderül, hogy Jézus kedvessége nagy határozottsággal párosult. Most is ez volt a helyzet. Jézus nem volt hajlandó, és ezt meg is mondta, ott a zsinagógában, csodát tenni Názáretben. Előbb hitet akart ébreszteni az itteniekben, hogy ezt tudtukra adja, a óriási bátorsággal két példára hivatkozott. Íme, mondta Illés, illetve Elizeus, nem zsidókhoz küldetett, hanem két pogány emberhez, a hitükért. A hitükért. Illés a szárebtai özvegyhez, Elizeus a szír Námánhoz. Na hát botrány. Úgyhogy erre aztán pár perccel azután, hogy mindenkit elbűvölt Jézus kedvessége, olyan ezek az emberek felháborodtak,
és kituszkolták őt a zsinagógából, sőt le akarták taszítani a hegytetőnek a sziklájáról. Letaszítani. Vajon miért tartotta ennyire fontosnak Lukács Jézus kedvességét hangsúlyozni? És egyáltalán honnan tudhatott erről, amikor ő maga személyesen, hát nem ismerte Jézust? Talán történészi nyomozása, amelyről beszámol az evangélium elején, mondván, hogy ő ugyan mindennek gondosan utána járt. Az kiterjedt volna erre is? Meg lehet. De van egy másik, egy valószínűbb ok. Az apostolok cselekedeteinek tanúsága szerint Lukács Pál tanítványa volt, és talán az ő hatására tért is meg. Minden esetre szoros kapcsolatban állt vele, Pál kíséretében utitársai között volt az apostolok cselekedeteiben leírt események egy része folyamán. Igaz, néhány bibliatudós vitatja Pál és Lukács kapcsolatát is, de hát mit nem vitatnak a tudósok? Minden. Na már most Pálról egy apokrifben a második századi Acta Pauli Pál cselekedetei című iratban fönnmaradt egy feljegyzés az apostol külsejéről. Hogy nézett ki? Azt mondja, alacsony termetű, ritkás hajú, kopaszodó, görbelágú, lábú, jó erőben lévő, összenőtt szemöldökű, enyhén görbeorrú férfi volt, eddig a szöveg, tehát minden csak nem szép, csinos vagy jóképű. Az antik szépség eszmény mércéjével meg kifejezetten csúnya férfi lehetett Pál. Sőt, az ókorban ezekhez a felsorolt külső adottságokhoz bizonyos negatív jellemvonásokat is társítottak, úgy mint bárgyúság, alattomosság, mogorvaság, ravasz számító jellem, meg ilyeneket. Tehát a leírás akkori mértékkel mérve nagyon kedvezőtlen színben tüntette fel ezt a szegény apostolt. Ám de, teszi hozzá, és most visszatérek a szöveghez, teszi hozzá a szerző, bármilyenek voltak a vonásai, valami leírhatatlan kedvesség, leírhatatlan kedvesség sugárzott belőle, vagy kegyelem, ugyanaz a két szó, és ugyanezt olvassuk akkor is, amikor Lukács Jézust jellemzi, hogy kegyelem vagy kedvesség. Az arca, Pál arca, ez a voltaképp csúnya arc. Azt mondja, hol angyalt, hol embert sejtetett. Ez a leírás Pálról ma hitelesnek tartható, annak is tartják, mert az ókori pogány és keresztény irodalomban egyaránt először is ritkaság volt ilyen aprólékos, részletes, külső személy leírás, és főleg mert épp Pálról egy keresztény író aztán le nem írt volna ilyen sok negatívumot, ha nem lenne hiteles mindez. Hogy kopasz meg görbelágú. Nem. Szóval Pál tényleg ilyen lehetett. Azért írták. És valószínű, hogy amikor Lukács Jézust is kedvesnek írta le, akkor egyrészt Pál apostol angyali kedvességét látta maga előtt. Azt a Pált, aki az ő, Lukács számára Krisztust, Krisztus jóságát, kedvességét közvetítette. Másrészt kedvességen a kegyelem, a karizma kisugárzását is értette Jézus arcán meg a Pál arcán egyaránt. A képzőművészek Jézust legtöbbször nagyon szép arccal ábrázolják képeiken, szobraikon is. Nyilván azért, mert ösztönösen ezt a kedvességet igyekeznek valahogy kifejezésre juttatni. Szóval Lukács látásmódját messze menően meghatározta az, hogy orvos volt. És ugyanilyen fontos az is, hogy pogány volt, pogány születés, aki felnőttként tért meg.
Ennek olyan nyomai és következményei vannak mindkét írásában, evangéliumában is, meg az apostolok cselekedeteiben is, amelyek a Jézus ismeretnek már igazán a mély, mély rétegébe vezetnek. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztust!